Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyunk egy újabb live streammel, méghozzá nem mesélök nektek, mint a Farmer's Life-nak a folytatásával. Némi technikai hadművelet, ami egyébként sikertelenül zárult a touchportálommal után, úgy ítéltem meg, hogy akkor anélkül fogjuk elkezdeni az adást. Itt van velem Csíkbaró. Sziasztok! Szuper lelkes, elmondom Igen. nektek, szuper lelkes a Csíkbaró. Iszonyatos. Új, de... olyan kedvem van kapálni a szakadó esőben. De nem értem, mi a bajod a kapálással a szakadó esőben? Sorry, hogy így váltogatja már a hangot. Már a live elején? Jó van. Értem én, hogy a beton nem szokták Pesten kapálni szakadó esőbe, de... Hát nem, nálunk kezé van ilyenkor, ha esik az eső, akkor jönnek a locsolókocsik. Extra erősítésként? Tehát... Nem, én még nem jöttem rá ennek a logikájára, tehát hogy... Nem lehet, hogy azért jönnek, mert a sok szutykot, amit a rengeteg eső felszed, azt akkor le kell mosni. Ez egy logikus válasz lenne, csak tudod, ennek van némi előzmény, valószínűleg elég retkes a vár. És az eső kicsit összehordja a szemetet. Nem, egyébként ez semmi ilyen nincsen. Itt még valami fő, ami mindjárt kész lesz, jó. Kint milyen hónapot írunk? Szeptember. Igen, itt valahol reggel hagytuk abban, mert ment el a net, de nagyon. A tyúkok alszanak, és ahol a tyúkot vettük, ott lehet majd ilyen kotlatos lófaszt venni egyébként. Igen, van kotlatos lófasz. Felétek úgy hívják? Kotlatos lófasz, nem? Nem az a neve? Nem tudom. Van keltetőgép például. Jó, hogy állnak a növények? Azt mondja, ja, ha a krumplit azt el kell vinni, mert learadtuk. Szeptember, október, november... Novemberben volt hó, vagy decemberben? Jó, nem tudom. Hát a kérdés azt tudod, hogy tudunk-e még egyet ültetni krumpliból? Hát... Nem tudom, ültesse 250-et maximum az bukod. Azt mondod? Nem emlékszem őszintén megmondom, hogy novemberben jött a tél, vagy decemberben. Jó, hát kezdésnek akkor komposzt. Mert fő a pálinka, meg valami fő a tűzhelyen, gondolom, cukor. A szokásos. A szokásos. Pálinka, cukor. Igen. Kicsit hevenyészettebben fogunk most ültetőzni velük. És... A mána pálinka főtt. Az biztos. Én meg komposztot cigölök. Gyorsan. Egy kicsit megkomposztáljuk itt a fűdet, és gyorsan ledugványozzuk a krumplit. Jó lesz az. Megnézzük, hogy erre a területre itt, ahol most itt szortam egy kis komposztot, mennyi krumplit bírunk beszórni. Melyik zsák nincs tele? Mindegyik zsák tele van? Ja, hogy az inventorimban van 40 krumpli, jó. Akkor még 250-et kiveszek, 248-at, mert több nem fér bele. És elzarándokolunk ide. Hát 75%-os a feed, jó. Na, ugyan, hogy szóljon. Gyorsan ültetünk krumplit, amennyit csak tudunk. Egyelőre ez kézi. De azért van csináljuk gépi krumpli is. Van gépi krumpli vetés is, hogyha géppel ültetünk. De ez egyelőre nem az lesz. Nem vagy gép, pedig olyan szépen ültetsz, mint egy gép. Igyekszek, meg különben nem tudom, hol jártam, mert egyébként ugye... Szart se látok. De vár, biztos, hogy reggel van, nem este van ma.
Esik az eső, és amíg az eső esik, tudod, sötétebb van. Mindegy, 48 óra, az két nap. Amikor az inkább úgy néz ki, mint hogyha betonba ültetném, mert olyan szépen fénylik a termőfődnek a tetej, ezt nem tudom, hogy sikerült így leprogramozni, meg ennek mi értelme, de... Hát erre nem tudok mit mondani. Én még ilyet nem láttam, hogy esőbe fénylik a termőföld. De az is ritka, hogy ezért közben süt a nap. De az nem ritka. Az előfordul. Tehát tudod, hogy hogyha nem teljes felhőtakaró van, akkor ez ilyen megesett. Meg általában akkor szokott, amikor nem esik órákig. Tehát kapsz egy záport, esik egy fél óráig, az kész. Hát ott már ki is ütött a nap. Mindegy, gyorsan leszorjuk ezt a krumpli földet, mert azt hallottam, hogy állítólag akkor lesz pénzünk, ha termelünk. Hát. Lophatsz is. Igen, de ahogy elnéztem, nem éri meg a krumplit lopni. Nem. Mik vannak, mi? Felénk volt a 70-es vagy a 60-as évek végén, ugye egy faluba, a helyi embereknek családonként adtak bizonyos mélységű krumplit, meg földterületet. Na már most a családok egy része elültette a krumplit, a másik része szépen fölélte, és az elültetett krumplikat is kiásták. Úgyhogy így az a projekt bebukott. Igazából nagyon sikeres lett azoknak a családoknak, akik megették a krumplit, meg a többit is, ami megtermett. Igen, amit ellopták a többiektől, akik előre terveztek és szerették volna a krumplit szaporítani, és nem hirtelen fölélni. Állítólag létezik ez a probléma Magyarországon, hogy lopnak a földekről. Igen, sajnos. Csak a földekről, fákról, erdőkből, mindenhonnan. Gyümölcsösöket is rendszeresen lezabálják. Leszüretelgetik egyes helyeken, ahol gazdák nem óvatosak. Ezek a dumák, amiket elereszt a csávó, hallod? Nem tudom, hogy hallottad-e már a játék hangját valaha. Idegesít. De habil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 
volna ki konkrétan. Na, egyébként tízére ekére gyűjtő, háromszoros ekére gyűjtünk, ugye? Hát, nem tudom, pénzügyileg hogy állunk? 3000. Hát akkor még messze vagyunk. Hogyha ez a krumpli aratás jó bejön, a 100, vagy 250 magot, vagy nem tudom, valamennyit azért tehetné a jövőre, hogy akkor nagyobbal kezd esetleg. Vagy nem tudom, 150-t amennyit tudsz. Hát, ugye végül is pálinkákat megcsinálod, hogyha lesz elég cukor. Nem tudom, cukor volt még ütetve? Talán fönt nem ütetti egy keveset. Volt, szerintem elütettünk. A tél végére a pálinkából a simán összejön. Meg még lehet marad egy kevés is. Igazából az a baj, hogy nem a végére szeretném, hogy meglegyen, hanem egy nappal korábban. Ja, én nyomom. De... Én nyomom bele a krumplit a fűtbe. Látom, grafikailag elég érdekesen van megoldva, hogy is mondjam, inkább másnak néz ki az a krumpli, mint egy burgonyának. Jó, nem hát tudom, én ukrán krumplit még nem ettem, de jó, volt ismerős, nem mondta, hogy nagyjából így néz neki a krumpli. Lehet, hogy ez csernobili krumpli, nem tudom. Jó, előtettünk kb. 250 krumplit. Jó, és akkor ezt fölemelem. Cashre föl. Hogy dobom le, balklik. Nem, fölemelem.
Fölemelem. Ezt is fölemelem. Itt fognak indulni az izgalmak. Igen, éreztem, hogy ez így no good. Jövőre vehetném már egy normális kocsit is, baszki. Tedd már le! Egyelőre vannak problémáim a fizikával. Látom. Felénk ezt még részeken se nagyon tudják produkálni, hogy te csinálsz józanul. Mi mondod, hogy józan? Nem ivott a játékos itt áll mostanában. Hát narancslevet. Beautiful, felpakoltam. Kaja van nálam, elfogyaszt. Oké. Kocsi megfog. Irány a TS. Egy 40 perces utacska a TS-be, ahol a csajnak megpróbálunk eladni egy kis krumplit. Hogy ebbe a zsákba kettő volt, király. Még jó, hogy küzdöttem a felpakolásával. Na csaje. Kereskedünk. 280 krumpli. Paf. Now cast out. Ez egyébként nagyobb termelési arányban érdekes lesz. Ha fogom, akkor meg... Ha, akkor csak letenni tudom, tehát nem tudok úgy kereskedni vele, hogy... Tehát, hogy itt az eladás lesz egy nap, hogyha nagyobb tételbe krumplit termelünk. Úgyhogy lehet, hogy a krumpliról majd át kéne állnunk valami más terményre. Jó van, de jelenleg ez hoz a legjobban. Nem jelenleg ez hoz. Mert hát ugye most a krumplit, ha ötért vehettem a krumplit, és ezért mondjuk a borsót 12-ért, tehát hogy nem tudom, hogy melyik termény az, ami a legjobban termel. A csöves kukoricát 15-ért... Tehát körülbelül 2,5-szeres a szorzó. Azt se tudja. Mert hogy ugye egy idő után a mennyiségnél az a bajom, hogy a mennyiség lesz problémás. Tehát például málnát jobb eladni, mert kisebb a súlya és nagyobb az egység ára. Értelek, csak a málnából nem tudsz ennyit letermelni. A borsod megnézheted, de szerintem... Hát figyelj, most akkor maximum jövő tavasszal veszünk borsót, meg hogy veszel borsót, meg a többi növényt, azt egy kis helyen megpróbálod. Meg az a kérdés tudod, hogy mi ad vissza, tehát a borsó magot ad vissza, az jó. A dohány, a dohány az a legjobb eddig, ahogy nézem. De még a cukorrépa is jobb. Gyap, jó az. Messze van, a tejet kurva jól fizetne, de nem. Hagyma van még. Hagyma mag 16. És a hagyma 13-at fizet, a répa mag mondjuk 14 és 11-et fizet, káposzta mag 16 és 33-at fizet, csak az azt hiszem egyből lett kettő, vagy valahogy így. Igen, de ezzel is számolni kell. A krumpli ugye azért jó, mert egyből 5 lesz plusz visszaültetető, tehát nem kell venni magot. Igen, jó. De hosszú távon egyértelmű, hogy váltani kell valószínűleg a játék is erre akar rávenni, de még most szerintem épp a krumpli jó. A jövőre lehet vele próbálkozni mással. Jó, akkor... itt most van egy parlagóheverő földünk, amiben nem ültettünk semmit. A cukorrépa 7 óra, tehát az majd este felé. Zab okay. Nem ért még be. Micsoda? Zab. Mindjárt megnézem, pillanat. Méhek nem zümmögnek.
tyúkok tojtak. Na. Korrektül mindegyik négyet, ahogy elnézem. Oké. Okay. Epa malac még nem éhes. Tyúkoknak van még kajája, de majd adunk nekik. Itt a kukoricából kiveszünk tizet. Azok minden nap kapnak egy tízest, azt esznek, amennyit esznek. A tyúkokat etetjük, mert a tojás az, igazából a túlélő kajánk is egyben. Jó is az. Jó. Pálinka. Van nálam üveg? Van. Akkor egy adag. Nyilván ne akadj meg mindenen. Kettő adag. A harmadik még két óráig ég, és másfél óráig jó. Na, aztán a tűzhelyen van egy pálinka, két pálinka, egy cukor, két cukor. Összesen kettő cukrunk van. Víz van benne, akkor cukorrépa fog kelleni sok. Csinálunk egy 6 órás tüzet. És cukorrépa egyszer. Kétszer. Háromszor. Négyszer. Aztán kivisszük a pálinkát. Csinálunk egy 12 órás tüzet. És belerakunk egy darab mána pálinkát. Menjél tovább, úgy. Csinálunk még egy 12 órás tüzet. Abba belerakunk még egy darab mána pálinkát. Tehát, hogy a pálinka főzés is beindul. Cukor is fő. Tojást beszedtük. Oké, tojás, oda rakjuk. Jó, van 18 darab méz, amiből úgy szintén pálinkát tudunk főzni. Mehetünk begyűjteni a csapdából a cuccot. Van egy tonna málnád is, abból is pálinkát lehet főzni. Igen, igen. De ugye a mána megromlik, a méz meg nem. Azért volt az, hogy begyűjtöttük a málnát, közben tök ködös az idő meg minden. Tehát tudjuk, merre van a csapda. És azt is, hogy elég csak oda menni, és utána visszateleportálva is lehet jönni állatostól, mert ezt is megtanultuk. Ugye? Uh-huh. Szép szarvos, majd maci. Ne mondjál ilyeneket, megint... hogy maci. Hát de belemált a csapdába te. A macit a szádra neved. Szarvas. Na. Felemelem. Azt szerintem küldés volt, nem? Ó, már nem tudom. Tudod, hogy mi a kérdésem? Hogy? Miért nem raktam a csapdába csalit? Hát. Mit tettél utoljára? Szendvicset? Azt hiszem szendvicset tettem bele, igen, és szarvast fogtunk belőle. Elég furi. Igen. De most tojást teszek bele. A szarvasok szendvicset tennének, hát most mi a baj ezzel? De miért se elmobil? Mi, 140 kiló szarvas? Simán fölkapok, hát... Én vagyok itt a... ukrán csodagyerek. Lesz belőle szarvasbőr, trófea, husi. Tadá! Közben az utolsó pálinka főzőnk is megcsináltam. Most van nálunk ezért 24 palack pia. Szóval szerintem azt, ha eladjuk, akkor abból meg lesz a lóvé, amivel vehetünk magunknak egy izét. Csak azt akartam, hogy ide berakom a husit, majd szabad időnkben sonkát kell belőle sütni, illetve... ide egy szarvas trófeát elhelyezünk. Ugye? A szarvas bűr meg mehet be.
Mehet be ide a ládába a szarvasbőr, mert szerintem nincsen küldetésünk rá most. Jó. Hát akkor... Akkor szerintem egyszer elmegyünk a városba. Alulasz. Lepofozzuk Gézát. Nem? Ma nem. Kereskedünk. Azt mondja, hogy almaborból... Az almabor az küldi volt egy darab, ugye? De azt már nem adtuk le? Vagy az a csokival van együtt talán? Alma bor, mert még kell egy dobos csokit, csak ahhoz repúznunk kell, szóval egy alma bort ne adjak el. Tehát ebből csak hármat adjál el. Ebből meg mehet mind a 20. 1006. Oké, meg is van a lauvé. Oké, hogy állunk a repuban? Kereskedjünk, mert nem tudjuk még megvenni. És ahhoz, hogy repúzzunk a csajjal, ahhoz... Virágcsokor, csokidobos, húsleveszték, bigoz. Jó, hagyjuk. Egyelőre nem kap virágcsokrot. Jó, akkor hazamegyünk. De még egy kis pénz kell, mert 7000 volt a három ekés, nem? Igen. Úgy emlékszem, hogy kereken 7000 volt. Jó, innunk kell... vizet. Egy az most a repú miatt lement volna, nem tudom, de... De oda, hogyha mész, akkor úgyis traktorral kell, hogy el tud hozni. Így van. Ezt gondolom én is, hogy... Ezért csak először meg kéne nézni, hogy hogy állunk a zabbal. Az készen áll betakarításra közben. Megpróbálod lekaszálni vele? Ha nem. Nézzük. Csak kipróbáljuk. Kés lefelé, igen. Szerintem működik. Ura, hogy előmegy, ezt nem tapossal le. Nem ez a bajom. Ez ekkora földön annyira nem jól működik. Ez végül is nem kopik, csak benzint kér, vagy üzemanyagot. Oké. Hol a kasza? Kasza. Csépelőgép, úgy. Jó, hát ebből úgyse lesz másodvetés, úgy gondolom. Nem, ez már nem fér ki, biztos. Hát ez volt a második vetés idén. Ugye ez csak egyszer lett elvetve, nem emlékszem. Ez egyszer lett el, a zabot egyszer vetettük el szerintem. Jó.
Ez az iránya. Tönkre fog menni a szerszámunk. Ez a csapkodó genyó. Azt mondja, hogy 11%-os. Nem túl jó. De elég vacakszel számokkal dolgozod, mert a valóságban ezek nem mennek ám ilyen könnyen tönkre. Nem? Hát nem. Ezek sokáig bírták régen is. Úgy csinálták meg őket, ugye kovácsolták őket. Maximum a fanyelek érhettek el, de az se ízik, két hónap alatt. Megfelelően lekezelték a fát, akkor sokáig kibírta. Mert én úgy emlékszem, hogy a zabból talán ilyen 100 körüli tételt ültettünk most el. Nem tudom. Én úgy emlékszem. De lehet, hogy a nézők jobban emlékeznek rá, hogy mi történt. Mindegy, megyek, megjavítatom. Jó, kajás a lelkem. Na, növeli a repunkat, ha eladjuk a csajnak a tojást, amennyit meg tud venni? Mindegy. ...189 volt a javítás, király. Hát akkor is meg kell csinálni. Nem? Hát meg. De így láthatod, hogy a gép meg effektív, akkor nem olyan drága ahhoz képest, hogy mennyire ezt meg kell javítani. Nyilván. Csak jussunk el odáig, hogy... Ezt a zabot, ezt legközebb akkor ültetem el, hogyha van izém, gépem hozzá. Nem éri meg? Tehát, hogy ezzel foglalkozunk, hogy ütögetjük a zabot, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy haladjunk, és ennél gyorsabban meg lenne a krumpli. Tehát ugyanekkora területre krumplit ültetve, kétszer akkora profitot érsz el. Hát igen, csak hogyha azt hiszed, hogy az állatoknak veszel zabot, akkor még talán így is jobban jössz ki. Én értem, amit mondasz, csak vedd azt, hogy ugye ezt azért ültetett, hogy az állatoknak is jusson. Tehát ebből nem ültették rohadtul. Kukoricával etetjük az állatokat jelenleg. Tehát akkor az zabot meg minek termeszted? Ezt eladtad tavaly? Ma nem emlékszem. Tehát igazából ez az első olyan, amikor úgy termesztettünk zabot, hogy for profit elvileg. Na mindegy, én a helyedben magad biztos, hogy megtartanám, mert nem adnám el magát az abnövény. Tehát az abnövény az... Vagy nem, jó, hogy ez mindig magot ad. Jó, ma meg vagyok kavarod, vagy akkor ez hogy adja. De mindegy, akkor valamennyi vetőmagot hagyjál jövőre azért. Hát most tettem be az előbb 100-at a... Az elég. Jó. Szalma nem kell senkinek. Zabból lett 139. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy stratégiailag jövőre nagyobb zab, vagy a tyúkokat etessem vele, vagy érted, tehát, hogy... Jó, hogy állunk a cukorrépával? Egy óra. Kukorica is egy óra. A kukoricával etettük eddig az állatokat. Most lett annyi zabunk, hogy akár etethetnénk az egyik zsákból az állatokat, a másikat meg elültethetjük újra, és az reprodukálja magát. Rossz.
És akkor nem kell vennünk kukoricamagot jövőre, viszont cserébe csapkodni kell a zabot. Az viszont már lehet, hogy úgy jobb. Nem? Ha nem kell vennünk. Figyelj, fűkaszálással, meg ha megveszem most a, hogy hívják ott, az ekét, akkor azért rengeteg időt fog spórolni. Utána meg megverted az ültetőgépet is, hogy nem tudom még mi van, amit néztünk. Utána van aratógép is. Cukorrépa. Nincsen vízünk, ez cukorrépánk. Tök jó. A cukorrépánk nem is lesz már sok, csak ha learatjuk a következőt. De semmi gond, mert akkor a másik kettőn tudunk pálinkát főzni addig. Van itt mit csinálni most éppen azért. Van, de azért hagyjam el ott térre is. Mit fogsz térre csinálni? Ülsz és hát... malmozol a sarokba? Málna pálinka. Málna pálinka, nincs elég víz. Most hoztunk vizet, mindegy. Tudtuk, hogy eljön ez is. Hát télen majd a mézet főzöm meg, meg a maradék cukorrépát elvileg. Málna pálinka még pont jó lett, oké, a másik vödörvizet ide bedobom. A füvet ide kidobom, egyelőre teljesen fölösleges leszárítgatni. Oké. Mivel nem akarunk szántani, cukorrépa készen áll betakarításra. Cukorrépából csináltunk egy ilyen másodültetést, mert azt számoltuk, hogy... Azt folyamatosan el lehet már kezdeni így főzni, és az jó. Tehát a cukorrépából az 50 mag nem volt elég, abból kellett a 100 ahhoz, hogy jó legyen. Oda elég sokat föl is használsz belőle, úgyhogy... Hát hatossával... Produktum belőle. Persze. Hát ez 25 cukor, ami ugye 12 darab pálinka lesz, meg egy kávé. Gigantikus dózis cukrot főztünk le, de hát azért főztük el, mert egyébként meg nem tudnánk eltenni, mert annyi van. Kicsi a verem. Jó, egy kicsit tele vagyok, azt úgy érzem, hogy nem nagyon bír közlekedni csórik. Van épp eléggé nagyra nő, mert se tudna annyival a valóságban. Jó, hát azért igen, hogy egy ilyen kis földnyi cukorrépával akarnék beszaladni, az durva lenne. Minimális vetőmagunk lett extrába. Jó. Akkor... Igen. Egyelőre akkor ki lehet rakni a fia, virág... és csoki triót. Azt nem adjuk el. De... Fölülünk a trakeszra, amiben remélhetőleg van elég üzemanyag, hogy legalább odáig elmenjünk. Van. Hát épp úgy. Ja. Jó, és akkor...
kereskedjünk, lássuk csak azt a háromszoros eke 7000-ért, jó, és 200 hiányzik nekünk hozzá. Ebben az esetben... Megvan. Nagyon kicantisztad. Pálinka főzésből össze fog jönni remélhetőleg a magára. Kereskedjünk. Vennék egy ilyen háromsoros ekét tőled. Lehet? Király vagy. Mit néztünk? Várjál, volt valami 2500 is később, az mi volt a vető? A vetőgép 5600. Az van az krumplitszedőgép, de szerintem az nem krumplitszed csak, hanem az úgy mindenfélét. Remélem. Van a cséplőgép, trágyaszóró, aprítógép. És állateledet csinál a legtöbb cuccból. Mondjuk ez lehet, hogy a füvet ledarálja a tyúkaknak. Uh-huh. Motor, fűnyíró, hát így ja. Jó, és... Mennyi üzemanyagot tudunk venni? Az is több, mint a semmi. Mennyit is számoltál köbben, mennyi pálinkát tudsz lefőzni? Mennyire van cukor? Aha. Az a baja, hogy egyenesen kell. Pinnyásol a lelkemben olyan. Nem kicsit. Azt mondja, hogy húzd, de megmozdítani nem bírom. Rá kell állítani a trakit. Na végre. Sebesség. Nem látok lófasz se. Oké. Majd fényben. Megoldom, mert ezt így, hogy nem látok, ez így nem vicces. Hát de nem. Lámpa. Abba tudom, abba az időben nem nagyon használ. Itt még készül a cukor. Mi van még itt? Itt még van kukoricánk is etetni állatokat. Lett egy kis cukorrépa magunk, ilyen minimába.
Hát tulajdonképpen ez a learatás, újraültetés, magozás, eladás.